Szavaztok gyerekek, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik egy kicsomagolós videóval. Képzeljétek el, egy nézőmtől kaptam egy csomagot. Hát nem tudom, hogy mennyire mondhatom el a nevedet, de mondjuk azt, hogy TW névvel egy illető küldött nekem egy csomagot. Hát talán is mondhatom, mert igazából még én sem találtalak meg Facebookon, pedig akartalak. Velven keresztnévvel. Velven keresztnév van, vagy ez egy nicknév, ezt nem tudom egyébként. Írtam vissza az e-mailedre, nem tudom, hogy olvastad-e, válaszolni nem válaszoltál. Tudom egyébként, hogy mi van benne, gyerekek, de nem lövöm le a poént, megmutatom nektek, jó? Megírta, hogy mi van, konkrétan nem tudom, mi van benne, úgy sejtem, hogy mi van benne. Egyébként 2,7 kilós a csomag, és nagyon durva dolog van benne, gyerekek. Nagy megtiszteltetés. Ez a dolog, hogy valaki ilyet csinált nekem. Jobban mondva, nem is nekem, hanem inkább nem is tudom, a tiszteletemre, vagy hogy szokják ezt mondani, gyerekek. Hoztam egy kést, aztán akkor megpróbálom kibontani. Lehet, hogy ez nagyon belehallatszik. Szépen felvágom, meg fogjátok látni. Bár lehet, hogy már Instagramra nem bírtam ki, és már ott vannak a képek, úgyhogy aki követ, az már látja, hogy mi volt ez, mert már az óra gyorsabban felkerül, mint a videó, ugye. Ja, egyébként gondoltam, csinálok itt egy ilyen unboxingot. Már miért ne? Ha már van ilyen keeperös háttér, ugye? Keeper live háttér, az közben még nem live-ol. Elmondjam miért? Azért, mert a YouTube letiltotta. Pár hétre. Valószínű, hogy nem sokára fogok live-olni, most már nagyon régóta le van tiltva. Mert ugye copyrightos tartalom volt, amikor voltak ezek a ivós live-ok. Akkor, ami, nem zörgök, mert akkor szerintem nem voltak sem. Amikor voltak ezek az ivós live-ok, akkor ugye nyomtam a zenét agyba, főbe azt nem tetszett nekik. Csomagolás, leszedve. És most még jön egy doboz. Mertek ezt ide akarom, szépen majd utána elpakolom. Nem valamon sziszitek, hogy itt nem. Na, ezt itt szépen fölvágom. Talán nem vágom szíja magamat. Az nagyon be van csomagolva, hallod? Tudom, mi van benne. Na, mi ez? Kettő palac bor, gyerekek. Ami még nem is olyan nagyon durva dolog. Mindjárt oda viszem megmutatni, gyerekek. Az igen! Az igen. Két palac bor, de most oda vegyek megmutatni, gyerekek, hogy nem, remélem nem láttátok még. Megnézlek benneteket, mit láttok? Palack bor érkezik fölülről. Fókuszálj, moré! Várjál, megpróbálok fókuszálni, gyerekek. Úgy, gyerekek, rakok be ide képeket róla akkor, hogyha nem fókuszál ez a rettenet, és normálisan. Lehet, hogy manuál fókuszra állítottam, én hülye. Csinálok ám én ilyet, sicspics. De nem. Nem akar fókuszálni. Az a lényeg, hogy az van ráírva. És már látjátok a képet, hogy Spin Tires első rész. Végigjátszás, gameplay, magyar kommentárral. És Keeper the Tank. És ez 2014. 6. hó 29-ei játék volt. És ugye rajta van, hogy 3 éves a Spin Tires gameplay. Magyarul a srác, aki küldte nekem ezt a csomagot, ez nem elég, hogy a saját pincéjéből, saját maga által palackozott bor, de ráadásul annak a tiszteletére csináltam, mert szereti a Spin Tires gameplayeket, hogy ugye 3 éve kezdtem el én ezt a dolgot, és a másik is. Az egyiken egy zil van, a másikon pedig egy maz. Még a végén nem tudtam volna, akkor nagyon kikaptam volna. Na, ezeket kaptam. Nagyon durva, nem? Várjátok, mindjárt leülök, azt láttok is belőlem valamit. Ja, ez nagyon durva, és nagyon megható, és elképzelhetetlenek tartom, hogy valaki
valaki ennyire szereti azt a dolgot, amit csinálok, és örömet okoz neki, hogy ilyenre gondol. Múltkor azon is meglepődtem, ugye, hogy egy srác képes lapot küldött a nyaralásából nekem. Hát az is nagyon meghatott, de hát ez nagyon durva. Ugye ő ezzel a dologgal foglalkozott, ugye, aki küldte nekem ezt a két palackot. Ő megcsinálta a címkét, kinyomtatta, felragasztotta, és ez nagyon durva, gyerekek. Ezt valószínűleg nem fogom meghinni. Legelső videómat akkor csináltam erről a játékról, és szuper. Nagyon szépen köszönöm egyébként, tényleg nagyon megható, és nem, megmondom őszintén, hogy nem csak hogy megható, de nagyon-nagyon fura érzés ez az egész. Főleg úgy, hogy ugye én nem vlogger vagyok, úgymond, talán nem is, nem tudom, én mindig úgy gondoltam magamról, hát próbáltam azért szórakoztatni, ugye, meg olyan tartalmat csinálni, hogy valamit próbáltam mindig belevinni, hogy ne csak egy ilyen unalmas gameplay legyen, hanem ugye mindig vlogolok közben. De soha nem tartottam magam olyannak, hogy valakit megfog az, amit csinálok, munkásságom, hát az meg nagyon, azt nem szabad mondani, hanem hogy valakit megfog az, amit tényleg csinálok. Úgyhogy, de úgy látszik, hogy igen, és örülök neki, köszönöm szépen nagyon, hogy gondoltál rám. Szuper. Még rakok ki ide a videó végére képet erről. Durva, nagyon. Köszönöm szépen. Na, jók legyetek, csá!